8 óra van, ez a híradó, az M1-en Lantos Csaba vagyok. Ismét lövöldözés volt Horgoson péntek hajnalban a magyar határ közelében. Legkevesebb 3 migráns meghalt, egy pedig megsérült. A rendőrség egész nap biztosította a terepet, és egy busznyi migránst elszállított. A helyszínen van tudósítónk Pető Attila. Attila, mit mondanak a helyiek, milyen éjszakájuk volt, és mit mondanak a hatóságok? Adta ki-e már valamilyen hivatalos közleményt? Jó reggelt kívánok! Igen, van már hivatalos közlemény a rendőrség oldaláról. A szerb rendőrség 6 illegális bevándorlót állított elő, illetve 48 órás előzetes letartóztatásba helyezték őket azzal a gyanúval, hogy illegálisan tartottak maguknál fegyvereket, illetve robbanó szereket gyártottak. A tájékoztatás szerint 4 afgán és 2 török állampolgárról van szó. További 79 illegális bevándorlót szállítottak el a nap folyamán a helyszínről, ezt mind a rendőrség közölte. Azt is hozzátették, hogy továbbra is biztosítani fogják a helyszínt. A jelen pillanatban is lehet látni, hogy itt vannak a speciális egység tagjai, illetve a rendőrség tagjai is. 10 perccel ezelőtt pedig itt voltak a határrendészek is. Tehát továbbra is felügyelik a helyszínt, azt a bizonyos mezőgazdasági birtokot, ami itt van mögöttünk, és ahol történt a tegnapi incidens. Az est folyamán egy szerbiai televízióban a Alekszandar Vučić szerb elnök is megszólalt az eset kapcsán. Újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy beszélt Bratislav Gašić szerb belügyminiszterrel, és arra kérte, hogy ha a rendőrség úgy méri fel, hogy nem tudja kezelni ezt a helyzetet, akkor jelezze neki, és ő akkor parancsot fog kiadni a katonaságnak, hogy azok, tehát a katonaság lépjen közbe, avatkozzon be, és azt mondta, hogy ebben az esetben 1-24 óra leforgása alatt helyreállnak majd a dolgok. Tehát, mint mondtam, továbbra is biztosítja a rendőrség itt a helyszínt a mezőgazdasági birtok köré. 6 illegális bevándorlót állítottak egyelőre elő, azzal a gyanúval, hogy ugye automata lőfegyverek voltak náluk, illetve robbanószereket is gyártottak. A helyszínen egyébként a rendőrség ezt még közölték, hogy 2 automata lőfegyvert és több tucat lőszert talált. Peti Attilának köszönjük. A határ magyar oldalán is hallani lehetett a horgosi lövöldözés hangjait. A határ közelében élők folyamatosan tapasztalják az embercsempészek tevékenységét. Attól félnek, hogy még inkább erősödik a migráció. Most kapcsolunk Röszkére, Huszár Tamáshoz. Ugye a magyar oldalon egyelőre a Szerbiához hasonló események még nem történtek meg, de mennyire fokozódik a migrációs nyomás, mennyire erőszakosak itt a migránsok, mit tapasztalnak a helyiek? Szinte azt lehet mondani, hogy napi rendszerességgel történnek illegális és erőszakos határátlépési kísérletek. Többször van arra is példa, hogy több mint 100-200 fős csoportok egyszerre egy időben támadják a biztonsági határzárat, tehát magát a kerítést és az itt szolgálatot teljesítő magyar rendőröket. Sajnos már nem meglepő, hogy rendszeresen kőzápor fogadja a magyar rendőröket és szétverik az autóikat. De mutattunk már felvételt arról is, hogy fegyver van a migránsoknál. Sajnos volt már arra is példa, hogy embercsempész magyar rendőröket akart elütni, és itt a térségben rendszeresek a migráns balesetek, vagyis az embercsempészek által okozott karambolok, aminek nem egyszer halálos áldozata is van, és nyilván kihat mindez az itt élőkre is. Az biztos, hogy a migránsok tudják, hogyha rendőrre, magyar rendőrre támadnak, akkor elfogják őket, börtönbe kerülnek, és akkor nem tudnak tovább próbálkozni. Huszár Tamásnak köszönjük. A tegnap reggeli rádióinterjúban Orbán Viktor rámutatott, Magyarország már 2015-ben figyelmeztette Európát, hogy baj lesz a migránsok korlátlan befogadásából. A migráció ugyanis bűnözést, terrorizmust, kezelhetetlen politikai feszültségeket és rengeteg kiadást eredményez. A miniszterelnök kiemelte, a magyar modell az egyetlen, amelyik működőképes. A migránsok kérelmét akkor kell elbírálni, amikor még Európán kívül vannak. Nekünk van gyakorlati tapasztalatuk, hát olyan migránsokat engednek be, akik a magyar déli határon megtámadják a rendőröket, még lőnek is. Most utána beengedjük őket a saját országunkba, ezek képtelen dolgok. Tehát itt azért Brüsszelben még sokat kell harcolni a magunkfajta egyszerű vidéki legényeknek, akik két lábon állunk a földön, hogy megértessük, hogy működik az élet valójában.
Intenzív tüzérségi csapást mért a gázai övezet északi részére péntek este az izraeli hadsereg. Az október 7-én kitört háború kezdete óta nem volt példa ilyen hevességű levegőből, szárazföldről és tengerről intézett csapásra a palesztin térséget uraló iszlamista Hamas szerint. Az izraeli hadsereg időközben bejelentette, a szárazföldi erők kiterjeszték hadműveleteiket a Hamas ellen a gázai övezetben. Az iszlamista terrorszervezet válaszul rakétákat lőtt ki Izraelre. Közlésük szerint a gázai övezetben leállt a távközlési és internet szolgáltatás. Állításuk szerint harcosaik összecsaptak néhány izraeli gyalogsági és páncélozott egységgel, amikor azok betörtek Gáza északi részébe. Korábban az izraeli hadsereg szóvivője arra figyelmeztette Gáza város lakóit, hogy a biztonságuk érdekében vonuljanak a déli területekre. Több száz embert őrizetbe vettek a hatóságok pénteken New Yorkban egy zsidó mozgalom által szervezett a gázai övezet izraeli bombázása elleni tüntetésen, közölte a rendőrség és a szervezők. Jelenleg 4 magyar állampolgársággal is rendelkező, illetve magyar származású túszról van tudomása a kormánynak Gázában. Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, folyamatos a kapcsolattartása a túszok kiszabadítása érdekében felállított izraeli munkacsoporttal és több más hivatallal, illetve az érintett családokkal is. Szijjártó Péter kiemelte, mindent megtesznek a magyar érintettségű túszok minél előbbi biztonságba helyezése érdekében. 4 magyar érintettségű túszról van tudomásunk, közülük 2 gyermek. Ezekről a túszokról, tehát kedden, szerdán és csütörtökön értesítettek minket részben az izraeli hatóságok, részben pedig maguk a családok. Az izraeli kormány egy munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy a túszokat kiszabadítsák. Ezzel a munkacsoporttal nekünk folyamatos a kapcsolatunk, mint hogy az izraeli kormány több hivatalával is, akik felelősek azért, hogy a túszokat kiszabadítsák. A családokkal is folyamatos a kapcsolattartás, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a túszok, a magyar érintettségű túszok minél előbb biztonságban kerülhessenek. Újabb nemzeti konzultációval erősítené meg az egységet a választók és az ország politikai vezetések között a miniszterelnök. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a konzultációkon rendszeresen beérkező milliós válaszszám létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, amivel a kormány magabiztosan és kellő erővel tárgyalhat Brüsszelben. Mi most azt akarjuk, és ezt is fogom javasolni, el is indítjuk ezt, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció. Nemzeti konzultáció jó eszköz, az arra való, hogy föltegyük a nagyon komoly kérdéseket, most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket, ugye milliós nagyságrendben szoktak választ adni, ez létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány maga biztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelbe, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie. És én érzek magunkban és magamban is képességet arra, hogyha van nagy támogatás, akkor orkánszerű ellenszélben is be tudom navigálni Magyarország hajóját abba a kikötőbe, ahol a magyarok érdekét meg lehet védeni. Ebben az évben immár harmadszor érkezett nukleáris fűtőelem szállítmány a Paksi atomerőműve, amely biztosítja az erőmű működését, jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá, Magyarország energiaellátásának biztonságához nagy mértékben járul hozzá a nukleáris energia, hiszen a Magyarországon megtermelt villamos áram felét a Paksi atomerőmű állítja elő. Minél nagyobb a nukleáris energia részaránya a nemzeti energiaellátásban, annál nyugodtabbak lehetünk, hiszen ezt az energiát mi magunk állítjuk elő. Ezért fontos, hogy megérkezett az újabb fűtőelem szállítmány, fogalmazott a miniszter. A fűtőelem immáron a Paksi atomerőműben van, és várja a majdani felhasználását. Jó hír, hogy a Paksi atomerőmű működése szempontjából megnyugtatóan hosszú időre áll rendelkezésünkre fűtőanyag már a helyszínen. Természetesen a fűtőanyagok szállítása továbbra is majd folyamatos lesz a megkötött szerződéseknek megfelelően, garantálva a Paksi atomerőmű biztonságos, kiszámítható működését.
háromnapos hajtóvadászat után holtan találták meg a Maine-i lövöldözés főgyanúsítottját. A hatóságok szerint a 40 éves Robert Carda a hadsereg tartalékos katonája valószínűleg öngyilkos lett. Holttestét egy folyó mellett találták meg, mintegy 20 percre Lewiston városától, ahol a lövöldözés történt. Az álmokfutó szerda este egy félautomata puskával felfegyverkezve tüzet nyitott a 36 ezer lakosú város egyik báltermében és egy bowlingpályán. 18 embert megölt és 13-at megsebesített. Pénteken a rendőrség nyilvánosságra hozta az áldozatok nevét, akik közül a legfiatalabb 14, a legidősebb 76 éves volt. Ez volt az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tömeges gyilkossága az Egyesült Államokban. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Kölni Bencével.